most egy jó ideje nem forgattunk nektek Travel the World with a Baby-t, mert nem tudtunk utazni, de képzeljétek, hogy itt vagyunk megint a repülőtéren. Milyen volt a citrom? Jó, de finom! Képzeljétek el, hogy hát Kristófka, mióta nem utazott legutoljára, eltelt gyakorlatilag egy 3-4 év, úgyhogy most majdnem 21 hónaposak vagyunk. Láthatjátok, hogy ő most már borzasztó mozgékony, nyilván nem alszik annyit, nyilván le fogja bontani szerintem a repülőgépet, minden érdekli, és ő mindenhova oda akar menni, és nem tudjuk, hogy hogy fogunk túl lenni ezen a 18 órás repülőúton, de hát valahogy csak fog sikerülni, úgyhogy hamarosan megláthatjátok, és mi is meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Nem kóláltunk még édeszerem. A felszállásunk az tökéletesen sikerült. Kristófkának egyáltalán nem dugult be a füle, és csöndben végigülte az egészet. Persze, ahogy lehetett, ő már most kicsatoltam a biztonsági öbből, mert most már ő megy a kutyára szétnézni, megismerkedik a sztjuárdeszekkel, mi pedig majd valahogy lekötjük a figyelmét. És amint látjátok, meg is érkeztünk a csodálatos Bali szigetére, gyakorlatilag egy 20 óra repülő út van mögöttünk, és el kell, hogy mondjam, hogy annyira büszke vagyok az én drága szerelmemre, Kristófra. Hang nélkül végigült az egész utat. Jó, mondjuk 10-20-szor felelá szaladgált a repülőgépen, de tök cuki volt, mindenkinek puszit dobott, integetett, úgyhogy nagyon-nagyon édes volt. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, nem győzem hangsúlyozni. Egyébként ahogy leszálltunk, rögtön megcsapott minket a pára, mert egyébként itt most monszun van, és körülbelül 90%-os a páratartalom. Úgyhogy ebből is látszik, hogy Kristófnak is göndör a haja, mert már ő is begöndörödött, úgy, ahogy a drága édesanyja. Kristóf úr nagyon szeret fagyizni, és itt ez az első fagyinak a vége, amit én most megkapott, és saját maga eszik, úgyhogy borzasztó büszke magára, és egyedül nagy fiúsan ül ezen a fotó. Hát ez oda lepottyant. Igen, nyalogasd fel a nadrágot. De közben oda kerülne másikat a melledre, baba. Vigyázz! Anya majd, és közben még egy növé, egy virágot is szorongat a kezében, ezt dobjuk el. Hát ezt meg már beszívta. Inkább koncentráljunk még erre. Tessék, fogd meg. Fogd meg, édesem. Úgy, ügyes vagy. Ubudba, ez egyébként az egyik kedvenc helyünk, ahogy látjátok, csodálatosan zöld a környezet, tele van rizsföldekkel, és itt történik az egyik kedvenc hobbim, ez pedig nem más, mint a jógázás. Soha nem értettem egyébként, hogy hogy lehet otthon ellazulni jógázás közben. Itt egyébként ez a helyszín maximálisan jó arra, hogy tökéletesen ellazuljál, és átad magad a természetnek, a jóga élvezetének. We'll be right back.
eljöttünk egy fotózásra, és hát nem mindig sikerülnek úgy a dolgok, ahogy mi ezt elterveztük. Most konkrétan szakadó eső, vigyázzon Istók, hát nincs rajta semmi. Most konkrétan szakadó eső van, úgyhogy hát egyelőre most várunk, és nagyon bízunk abban, hogy ez a monszun eső egy óra múlva eláll, és akkor még pont be tudjuk fejezni a fürdőruha katalógus fotózását. Girl, you should wear a name tag. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Lejöttünk a tengerpartra, és ahogy látjátok, egy kicsit nagy szél van, úgyhogy a tengerpartozás helyett inkább a füvön szaladgálást választottuk. Kristófot viszont most el kell mennem vissza hozzá. Azért ő mindenáron úgy döntött, hogy vízbe akar menni. Ha törik, ha szakad, nem számít neki a napsütés, vagy az, hogy esik néha az eső, de ő ma fürödni fog. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Ért a balinéz utazásunk, és azt most már bátran kijelenthetjük egyébként, hogy Kristóf sokkal jobban szereti a meleget, mint otthon a havas, hűvös időjárást. Most itt vagyunk a... Hogy van? Kristóf, milyen lettéren vagyunk? Mi az ott? Mi az ott, Kristóf? Mi az ott? Mi az ott? Mi az, ami fönt száll? Abla téren, mert hogy mi a repülőt, azt Ablának hívjuk. Nem tudjuk, hogy honnan szedte ezt, de most teljes extázisben van, ahogy látjátok. Elindulunk hazafele, szomorúan hagyjuk itt ezt a gyönyörű szigetet. Igen, azt nem fogod bekapni. Sziasztok, nem sokára találkozunk.